Leon és LaTanya Johnson golfozással kapcsolódik kizsúfolt üzleti elfoglaltságai közepette. Istennek hála, nagyszerű életem van. Több kemény leckét is meg kellett tanulniuk, mire a mai színvonalra eljutottak. 1993-ban Leon munkát váltott, és egy társával autómosóvállalkozást indított. Keményen dolgoztak, és sok megrendelésük volt, ám mégsem termeltek profitot. Általános hiedelem, hogy ha üzletbe fogsz, akkor a siker gyorsan rád talál. Mi nem ismertük a piackutatást. Hamar rádöbbentünk, hogy bár sokat dolgozunk, még sincs semmi hasznunk. LaTanya bankpénztáros fizetése volt az egyedüli bevételük. Nem tudták fizetni számláikat, és lakásukból is ki kellett költözniük. Albérletbe mentek. Hogy hány éjszaka sírtam álomba magam, amit sosem mondtam el a férjemnek. Csendben Istenhez kiáltottam. Uram, segítened kell nekünk. Leont közben szorongás és félelem gyötörte. Rendszeresen így imádkoztam. Uram, szeretlek téged. Szükségem van a segítségedre. Isten is rendszeresen válaszolt. Én is szeretlek. Kövesd a tanácsaimat. E tanácsok egyike a tizedfizetés volt, amit a házas pár, mióta üzletelni kezdtek, csupán alkalmanként tett meg. Leon eldöntötte, hogy minden jövedelme után hűségesen tizedet fizet. Hamarosan az üzlet profitot kezdett termelni, és saját lakásba költözhettek. Egy év után azonban elmaradtak a gyülekezettől, és tizedet sem fizettek. A cég újra veszteséges lett. Valahogy úgy voltam vele, amikor visszatértem a régi útjaimhoz, hogy köszönöm Istenem. Innen már menni fog. Egy év után a bevételeik annyira lecsökkentek, hogy még az outletekbe sem tudtak elmenni. A valóság szíven ütött, mert még az egy dolláros boltban sem tudtam venni semmit. Kihúzanító pillanat volt. Akkor az egy dolláros boltban azt mondtam, Istenem, én megtérek. Hűséges leszek. Engedelmeskedni fogok neked. Hamarosan egy új gyülekezethez csatlakoztak, tizedet fizettek és adakoztak. A dolgok elkezdtek megváltozni. Reményt kaptunk. Az autómosóvállalkozás olyan jól ment, hogy LaTanya otthagyta korábbi állását, és saját takarító céget alapított. Ma Johnsonék 5 sikeres vállalkozás tulajdonosai. Egyiket, mely egy egészségügyi munkaközvetítő iroda, besorolták az elmúlt 3 év 5000 leggyorsabban növekvő amerikai magáncége közé. Az anyagi áldás nagyszerű dolog, de Isten helyre is állított, hogy helyesen gondolkodjak, és alázatos legyek. Most egy kiegyensúlyozott férfinak érzem magamat. A tized mellett a CBN-t is támogatják. Ez egy nagyszerű szolgálat és lehetőség arra, hogy egy nagy ügyet támogassunk. A pár megtanulta az üzletvezetés szabályait, és a legfontosabbat, engedelmesen adni Istennek. Isten hűséges. Ő nem hazudik. Isten ismeri az ön szívét is, tudja, hogy hol tart éppen, és ott találkozik önnel, ahol éppen most van. Isten minden beszédéhez, ígéretéhez hűséges, amit a Bibliában olvasunk. Ezért legyünk engedelmesek, és bízunk benne.